Egy nagy és hosszú korszak ér véget a dunaújvárosi jégkorongban, miután a névadó főszponzor kiszáll, a DAB Dokler idén sem jutott be a MOL Liga döntőjébe, és ezúttal a magyar kupát sem tudta elhódítani. A jövő bizonytalan, könnyen lehet, hogy felnőtt hoki nélkül az alapoktól kell újraépítkezni. Azari Zsolt klubelnök jön a kilátások elő a vendég. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az első kérdés akkor, hogy lesz-e jövőre felnőtt hoki csapata a MOL Ligában a dunaújvárosnak? Erre van már válasz? Amilyen értelemben az elmúlt 9 évben volt, biztos, hogy nem lesz. Azt valamilyen értelemben lesz-e? Tehát ott lesz-e felnőtt csapattal a MOL Ligában? A legnagyobb esélye annak van, hogy egy junior csapattal, és akkor majd meglátjuk, hogy engedi a költségvetés, néhány felnőttel megerősítve elindulunk a MOL Ligába. Tehát elindul a csapat a MOL Ligába, de most nem az esélyesek közé sorolva, de benn marad és jelen lesz a sorozatban, ezt tervezik. Nézze, alapító tagok vagyunk, és hát szerintelenségnek állíthatom, hogy talán az első két ember között vagyok, akinek köszönhető ez a MOL Liga. A Nihai Antal Istvánnal ketten kezdtük el ennek a ligának a alapjainak a lerakását, és természetesen mindent meg fog tenni, hogy ne kerüljünk ki a MOL Ligába. Erre most milyen esélyt lát, hány százalékot jelen pillanatban? A MOL Ligának van egy belső szabályzata, az megengedi, hogy a klubok egy évet kihagyjanak, tehát hogyha ne adj Isten, idén nem tudnánk elindulni akkor a MOL Ligába, akkor se szűnik meg úgymond a tagságunk, de természetesen ez a legrosszabb forgatókönyv. Tehát inkább azt választaná és azon dolgoznak, hogy ez a fiatalokkal, juniorokkal, takaréklángon égve, de mégis abban az egy évben is ott legyenek, nincsen, hogy visszavonulni, és akkor egy év alatt sebeket nyalogatva megerősödni. Nagyon határozottan ez a célom. Uh-huh. Mi a helyzet a jelenlegi csapat, ugye a légiósokkal, lett válogatott Janis Kalninszal az élen, mert mind összecsomagoltak és eltávoztak, igaz? Igen, a játékosoknak a nagy részének lejárt március 31-én a szerződése, és tájékoztattam is a játékosokat, hogy ne számítson senki új szerződésre. Mi a helyzet a magyarokkal, a válogatottakkal, az újvárosi fiúkkal, az újvárosi hokisokkal? Mindenkinek azt tanácsoltam, hogy ne várjanak senkire, semmire. Mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, vegyék a kezükbe a saját sorsukat, és próbáljanak megélni a piacon. Vagyis akkor ön, mint felelős vezető, senkit nem akar hitegetni, hogy majd jó, lehet, hogy lesz valami, hanem úgy áll hozzá, mindenki keresse a munkát. Aztán majd meglátjuk, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy azért a játékosok szerves része ennek a sportszervezetnek, és tényleg független attól, hogy nagyon nehéz megfogalmazni objektíven, racionálisan, hogy éppen hol tartunk, de nagyon törekedtem arra, hogy őszintén tájékoztassam őket a helyzetről. Tehát, hogy ne legyen ilyen hitegetés, meg mellébeszélés. Igen, és tanulják meg ők is, hogy az élet sajnos sokszor hoz olyan problémákat, amiket nekik önállóan kell tudni megoldani. Ez egyben egy kicsit, talán az is benne van, mert olvastam, hogy azt mondta, hogy az egyik fő hibája talán a két éves játékos szerződések voltak. Ezt nyilatkozta, hogy nem volt nagyobb versenyszellem meg ambíció a hokisokban. Ez egy ilyen tüske önben, vagy inkább egy ilyen vezetői hiba volt, hogy túl sokat gondolt. Ez egy olyan őszinte megnyilatkozás volt, ami tényleg már érlelődött bennem régóta. Tehát most tudnék neveket mondani, de teljesen fölösleges. Látszik, hogy a versenyszellemet nem tudja helyettesíteni más. Tehát, hogyha nincs kialakult egészséges versenyszellem, akkor hiába próbálunk motivációs eszközöket alkalmazni, egyszerűen hambába holt. És a versenyszellemhez hozzátartozik a bizonytalanság, meg egy olyan ösztönzés is, hogy igen, de ennek van egy egészséges mértéke. Tehát azért azt jól kell érteni, hogy nem szélsőségekben gondolkodunk. Igenis, az egészséges versenyszellem az a legfontosabb a sportcsapat életében. Ezért volt akkor talán az egyik legjobb időszak, azt gondolom, meg ugye erre is utalt, amikor a csapat párhuzamosan a MOL Ligában, meg az Osztrák National Ligában is tudott játszani. Így van, főleg most már így több év távlatában teljesen egyértelmű, hogy az volt a legegészségesebb felállás. Mert akkor hiába az iszonyatos mennyiségű utazás, meg a darálás, az, hogy ki hova kerül be, az egy nagyon jelentősen mozgatta a csapatot. Igen, és nagyon fontos volt, hogy lehetett érezni, hogy a MOL Liga csapat az egy szinttel följebb volt. Tehát igazából mindenki be akart kerülni a Nacionál Ligás csapatból a MOL Ligásba, illetve nagyon jól lehetett alkalmazni magát a büntetést is, hogy aki nem felelt meg az elvárásoknak, az lekerült az úgynevezett Nacionál Ligás csapatba, ahol azért hozzáteszem, hogy nagyon fontos és nagyon színvonalas mérkőzéseket játszottunk.
Na most márciusban ugye Meklimester helyére még Robert Spisák edző érkezett. A trénerrel mi lesz? Mi a helyzet? Lejárt a szerződése neki is, de nyilvánvalóan nem véletlenül őt hívtam ide Dunaújvárosba. Valószínű, hogy azért, tehát az egész rendszerhez ugye hozzátartozott az, hogy azért kiemelkedően szakmai tudás, kiemelkedően elismerve kerültek ide edzők. Tehát a környezetük úgymond, mint egy divat, ugye nyilván felkapják a kanadai edzőket, most Stefán Lundot még csak véletlenül se sorolnám ide, mert tényleg egy igazán nagy formátum edző volt, de a lényeg az, hogy most sajnos olcsóbb megoldásokat kell keresnünk, és hát itt nyilvánvalóan, hogy a szlovák piac jöhet csak szóba. És a szlovák piac is szóba fog jönni, az fog szóba jönni akkor. Igen, nagy valószínűséggel. Na most az, hogy a csapat utánpótlás gárdái működnek, az nem kérdés? És tudnak majd működni? Soha fel sem merült kérdésként. Ez teljesen természetes. Igazából önálló életet él az utánpótlás. Nagyon jól szervezetten működik. Hát ott van a társasági adóbevétel. Tehát így van, működtek. A TAO-s pályázatok most már nagyon szépen kialakultak, nagyon jól működnek, nagyon hatékonyan tudjuk felhasználni ezeket az állami támogatásokat. Ott az egy problémánk van, a Fehérvár közelsége és a Fehérváron létező Ebel csapat, az egy olyan... Elszívja a fiatalokat. Igen, az egy olyan lehetőség, amire sajnos én sem mondhatom azt, hogy ne menjetek oda, mert igazából a presztízs értéke összehasonlíthatatlanul magasabb, mint mondjuk a Dunaújvárosi hokinak. Na most az, hogy mi lesz a folytatás, az mikor fog eldőlni? Tehát milyen határidők vannak? Az, hogy a felnőtt csapat elindul-e a MOL ligába, vagy kihagyja azt az egy évet, meddig kell jelezni a ligának? Április 17-én lesz a MOL liga következő ülése. Nyilván ott már beszélgetni fogok a többi MOL liga taggal, meg fogjuk beszélni, hogy esetleg változik-e a sorsolás vagy a versenykiírás, mert úgy tudom, hogy van másik két jelentkező csapat is, és igazából augusztus végére fog eltölni. Augusztus végére. 100%-ba, igen. Tehát ennyi ideje van, hogy szponzorokat is, meg támogatást keressen, mert az önkormányzat nem segít. Miért nem segít? Ez is megint egy olyan leegyszerűsített mondat, ami azért nem teljesen igaz. Tehát sokat segít az önkormányzat a sportlétesítményekbe és egyéb úgymond természetbeni juttatásokba. Világosan fogalmazunk pontosan, igen, én pontatlan konkrétan voltam. Konkrétan felnőtt nem csapatban nem akarom. Viszont hozzátenném, hogy azért tehát van lehetőség arra, hogy egy közös költségvetési forrásból pályázat útján pénzhez jussunk. De az látszik, hogy ez nem olyan mértékű, amivel egy profi csapatot mondjuk el lehetne indítani azzal az esélye, hogy az első négy közé jusson a MOL ligába. Amit problémának érzett, szintén beszélt róla, lát-e a jövőben erre lehetőséget, reményt, hogy a városban a jégkoron köré egy sokkal erősebb közösséget szervezzenek? Ez lesz a legfontosabb feladatom, mert igen, azt is be kell látni, és őszintén kell beszélni róla, hogy azért ez a névadó szponzor, ez óhatatlanul egy lábra állította ezt az egyesületet. Tehát amikor egy ilyen nagyságrendű támogatást kap valaki, akkor egyszerűen nincs késztetve rá. Ez olyan, mint a vadállat, meg a háztáji állat. Nyilvánvaló, hogy a legjobb indulattal is teljesen két különböző környezetben nőnek fel. Eddig nem lehet ezt másképp megfogalmazni, kényelmesen éltünk. Majd most a piacról, a szurkolókból, illetve a város polgáraiból kell megélnünk, és nyilvánvalóan ez egy teljesen más helyzet. De én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni rá a megoldást. Tehát amekkora előny volt az, akkor a hátrány, mert egyszerűen így működik a világ az, hogy egy olyan struktúra alakult ki az elmúlt években, hogy volt egy nagyon erős, nagyon komoly főszponzor a klubnak, amik minden évben azt mondta, hogy jó, csináljátok, jégkorongozzatok, hozzatok eredményeket. De jól kell érteni, hogy ez egy teljesen általános. Tehát előnyök, hátrányok rendszere van. Olyan nincsen, hogy valaminek csak előnye legyen. És úgy gondolom, hogy ha ezt tisztán látjuk, és őszintén beszélünk róla, akkor meg fogjuk találni a Dunaújvárosi jégkorong jövőjének a megoldást. Tehát a gazdag rokon kiszállt, a szegény rokon marad, biztos, hogy marad, tehát küzdeni akar ezért a történetért. Ez teljesen egyértelmű. Ezt nem fogja elengedni ebbe az új helyzetbe. Hány év szünet, hogyha egy új generációt kell kinevelni az újvárosi hokiba, akkor hogy gondolja, ez hány év ilyen, hogy mondjam, érmes szünetet kell, hogy jelentsen, vagy jelent óhatatlanul?
Hát szerintem érmes szünet az kb. 5 év. 5 év. 5 év múlva lesz újra, vagy lehet újra fényes újvárosi hoki. Ezen dolgoznak. Nem fárad bele, de nem szomorú. Az, nem, mert azért azt jól kell látni, hogy azért, tehát itt eleve ugye korábban kezdődik a játékosok nevelése, tehát 6 éves korban már korusulóra járnak a sportolók, és 18 éves korban dől el, hogy egyáltalán valakiből lesz profi sportoló, vagy nem lesz profi sportoló. Ez 12 év. Tehát a 12 évhez képest szerintem az 5 év azért belátható táv. De ennyi idő kell hozzá. Hát kitartás és jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, én is viszontlátásra.